Köszöntöm a kedves nézőket, Reisz Pál ferences szerzetes, a beszélgető társam. Életútját követjük végig, ötödik alkalom, hogy kérdezgetem Pál atyát. Legutóbb a esztergomi igazgatói időszak elejéről volt szó, és hát megrendítő volt, hogy mondtad, hogy egy év leforgás alatt megőszültél, olyan nyomás nehezedett rád, az iskola élet-halál harca folyt ekkor, ami engem nagyon megdöbbentett, hogy a 80-as években ilyen még előfordulhatott. Végül is, ha most visszagondolsz erre az időszakra, ez egy helyi túlkapása volt a Komárom-Esztergom megyei munkásőröknek, vagy egy országos stratégia része. Tehát mi volt ez? Mert abszolút nem illett bele a képbe, ami nekem a 80-as évek Helsinki utáni időszakáról megmaradt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valóban így visszagondolva lehet, hogy ez már csak egy ilyen próbálkozás volt. És én túl értékeltem a veszélyes helyzetet, de minden esetre akkor nem tűnt játéknak. Nevezetesen arról volt szó, hogy valamilyen módon a diákjaink összeütközésbe kerültek a munkásőrséggel. A munkásőrséghez semmi közünk nekünk nem volt, semmi kapcsolatunk nem volt, kivéve akkor, amikor ez 85 januárjában lehetett, amikor áremelés volt, hogy az mindig január elejére rögzítődött, és akkor a munkásőröknek lett valami ünnepe január, mit tudom én, 20-a körül, és azt ők megtartották, de ez egyúttal egy ilyen erődemonstráció is volt. Tehát vonultak abba a bocskoros egyenruhájukba ott végig a főutcán? Hát, hogy bocskoros volt az egyenruhát, az talán túlzás. Ilyen surranó. Igen, és akkor ez azt jelentette, hogy valahol a város közepén, de mi nem tudtunk, tehát nem voltunk tájékoztatva. Ezek a gyerekek, vagy ezek a munkásőrök összejöttek, és akkor végigvonultak a városon, ahová őket kirendelték, és ez egy mínusz 8-10 fokos hidegben történt, egy komoly téli időszak volt, és a gyerekeknek ez föltűnt. Nevezetesen pont egy olyan időszak volt a kollégium életében, amikor éppen a gyerekek úgy lazíthattak, éppen nem voltak szem előtt. Az annyit jelentett, hogy befejezték a reggelit, fölvonultak a hálóba, hálórendezés, és 8 órakor kezdődött a tanítás. Tehát mindenki sietett, hogy minél hamarabb oda kerüljön. Kivéve ezen a napon, mikor kiderült, hogy a munkásőrök otthon ülnek el az iskola egyik frontja előtt, a Kossuth utcán, és hát a gyerekek ezt észrevették. De hogy vették észre? Egyik innen, a másik onnan, mindenféle töredék epizód összejött, hogy mi minden kapcsolata lehetett. A gyereknek voltak olyanok, akik kim voltak az utcán, és ott látták. Ezek is gyanúba keveredtek. Aztán a háló, egyik-másik háló, akik voltak, mi próbáltam összegyűjteni az adatokat. A lényeg és a fő bűnük az volt, hogy kifütyülték a munkás őröket, akik ottan egy ilyen díszvágtával, vagy díszmenetben végigvonultak. Hát persze az ember itt mindenbe vele kapaszkodott, mikor kezdték ezt filtatni, hogy micsoda lázadás van itt, és hogy a munkás őrseket így megalázták. Az egész valószínű a munkás őrség részéről jött. Én próbáltam nagyokosan összeszedni, mert évekig tartott, míg összeállt a kép. Volt egy fiú az iskolában, pont az én osztályomban járt, akinek az édesapja a szemben levő nagy, komoly gyárnak, a szemüvekkel egy gyárnak volt az igazgatója. Na most ennek a gyereke, ez egy eléggé, hogy mondjam, hát rossznak lehet mondani a hétköznapi fogalmakkal, nagyon tehetséges, okos gyerek volt egyébként, és hát amikor megtalálta a lehetőséget, akkor ő kilengett a normál keretek közül, és azt a szülei úgy próbálták megoldani, esztergomi fiú volt, hogy beadták a kollégiumba is. Tehát ő kollégista is volt, gimnazista is volt, annak ellenére, hogy egy-két sarokkal arrébb laktak. Úgyhogy ez a gyerek aztán elég szépen teljesített, de valami összeütközése lehetett az apukának a többi, az ő állására pályázó hivatalnoknak vagy tisztségviselőnek ebben a,
a gyárban. Ezek között voltak ilyen munkásról érdekeltek is, és aztán addig furták azt az embert, még megunta az egészet. És hát ugye volt egy ilyen előírás nekem, egyszerűen a kezembe került egy másik gyerek kapcsán, mert a gyereket el kellett vinni a szülőnek, hogy aki kommunista párt tagja, az nem adhatja egyházi iskolába a gyerekét. Ez egy olyan kis füzet volt, amit előadásokból összegeztek, hogy azoknak az alapját képezte ez a brossúra, amit a pártba használtak az oktatásra. Benne volt az, hogy hogy viselkedjen egy pártnak, hogyha egy rokona, vagy ismerőse, vagy valami kötelezettsége, hogy elmenjen egyházi temetésre, aztán hogy kell viselkedni ilyen helyzetben. Aztán közben tárgyalták ezt is, hogy aki egyházi iskolába adja a gyerekét, az fegyelmi elé kell állítani. Na most ezt a iskolába járó két gyereket akkor valóban, mikor én ezt megtudtam, tényleg akkor lett érvényes. A mama az úgy látszik, hogy valahol hát pedálozott, megvoltak az ő a pártba, és akkor megvoltak az ő ellenségei is, úgyhogy kényszerült két gyereket elvinni az iskolába. Mi nem is tudtuk, hogy ilyen háttere van ennek, mert hát az egyik különösen, aki az én osztályomban járt, egy nagyon helyes gyerek volt, neki való volt a kollégium, úgy lubickolt abba a közösségi életbe, hogy az bámulatos volt. Na, sajnálatomra elvitték. Ugyanezt történhetett ezzel a igazgatóval is. Az meg fogta magát, egy jó szakember volt, járta a világot, és ugye ott a szemületkerében akkoriban inkább ilyen műszergyár is volt ez egyúttal. Tehát olyan, amiket még akkor nem csak a japánok, vagy a kínaiak, vagy a különböző ilyen föltörekvők gyártottak, hanem akkor már még akkor európai cégek is, sőt az a magyar cég is, és hát ebben is szakember volt. Ott hagyta az egészet, elment valami más állást kapott, meg voltak neki az egyéb kapcsolatai, és elhagyta a gyárat. Most emiatt történhetett, hogy ezt az embert nem sikerült megtörni. Igen. És akkor ennek lehetett a bosszúja, mert érintve voltak a munkásőrök. De ezek a munkásőrök teljesen függetlenek voltak a államegyházi hivataltól. Függetlenek voltak a rendőrségnek attól a vonalától, amelyik ugye az elhárítást képezte a belső. Ez tulajdonképpen az ÁVO-nak volt az utódszervezete, csak akkor beültöztették őket a rendőrruhába. Uh-huh. Na, ez volt a háttér, és akkor ezek megsértődtek, hogy kifütyülték őket. Hát ez a fütyülés, ez valóban megtörtént. De hát különböző okok is lehettek. Ugye, ahogy én értesültem róla, itt ebben a fölvonulásban voltak ott a fiatal munkásőrök is, de nem csak férfiak, hanem lányok is. És hát azok ilyen ugye, meglehetősen mutatósan öltözködtek, ugye akkor már ez megvolt a divat, hogy 9-10 fok ellenére is mínusz volt, ugye, ilyen rövid szoknyába, stb. Mondom, biztos, hogy ezeknek szólt is. Én mondtam, hogy hát a gyerekek, akik látták, bizonyára tetszés nyilvánítás volt, hát megvan nekik is a jó ízlésük. Tehát ennek köszönhető az egész. De hát ezt kik érdeklődtek? Hát először a megyei egyházi hivatalnak a vezetője. Ez nem volt egy rossz indulat ember. Nem, a testvére valamikor rendtag is volt. Egy nagyon híres ember lett belőle. Egyébként a betegség miatt el kellett hagyni annak idején a rendet, de hát egy nagy ember volt, orvos volt, a testvére. De ezzel a testvérével nem állt szóba, mert ez ugye átállt a másik oldalra teljesen, és mint pártember, hát ott is a pártomban úgy félrakhatták, hogy én rekonstruálom, mert az egyházi hivatal nem egy párt karrier volt. Igen. Legfeljebb, aki a tetején volt, annak számított annak. Úgyhogy így ez volt először, aki látogatott, és kikérdezte, hogy volt, mint volt. És ami a föltűnő volt, hogy meg akarta nézni, hogy lehet látni a mi iskolából, mert én arra is hivatkoztam, hogy a kerítésen nem lehet látni, hogy mi van a másik oldalon. Persze a mi házunk az 4 emeletes, ugye a Esztergomba, és volt olyan szárny, amelyik egészen közel volt ehhez a utcához, ahol vonultak, pont a negyedikesek, hát azok bőven fütyültek, szóval ez kiderült, hogy fütyültek, és akkor... Tehát az ablakból fütyültek ott. Látták, ugye, szellőztetés volt a hálóban, egy kicsit, meg ilyesmi. Tehát akkor látták, hogy ott van mindenki, oda tudott aztán, de ez nem oda akart menni, hanem pont egy alacsonyabb, harmadik emeleten levő, nem a negyedikesek hálóját akart nézni, hanem a másodikosokéből. Tehát valaki azt kell mondani, hogy a gyerekek közül Súgott, igen.
Hát hogy lehetett egy ilyen sugás? Később aztán rekonstruálni tudtam, az egy külön történet, hogy hogy derült ki, hogy valami gyerek valami rosszát tehetett a tűzlet. És akkor azt megfenyegeti, no majd, ha ebből az lesz, hogy a papok majd elbánnak veled. Gondolok egy ilyet, hogy már volt erre is példa sajnos, hogy hát valamit elcsentek az áruházba, ugye, és akkor... Megzsarolták őket, és elkezdték őket. A beszervezését. Hát, igen. Aztán később egy gyerek, aki valami más természet, egész más természeti dologba beragadt, azt aztán elő is vették, és azt eljött hozzám jelentkezni. De ez a befejezés volt. Majd azt külön elmondom a befejezést. Na, lényeg az, hogy ettől kezdve jöttek hozzánk. Először jött ugye ez a megyei egyházügy is előadó. Aztán utána jöttek a államegyházi hivatalból egy államtitkár helyettes, az is végignézte. Látszott, hogy nekik ez nagyon kellemetlen. Mert ez nem az ő vonaluk volt, ez a munkásőrség volt, és kívülük rájuk lőcsölték, hogy most itt ezzel foglalkozzanak. Igen, mert ez már Lékai bíboros ideje, a kislépések, a apró gesztusok, tehát végülis ekkor bár az egyházat korlátok között, de hagyták élni. Igen, de aztán egyszer találkoztam egy volt növendékkel, aki Tatabányán elég komoly ilyen tanácsi állami hivatalnok volt, és hát ott járt nálunk. Érdekességként mondom, hogy a fia, amikor jött beiratkozni, ott volt az ő édesapja, aki itt érettségizett valamikor a 30-as években. Úgyhogy három generáció egyszerre volt ott. Igen. Az apuka, a gyerekkel és a gyereknek a nagyapja egyszerre. Igen. Úgyhogy szép volt ez a... És akkor hogy lett ennek vége azon kívül, hogy téged nagyon megviselt, mikor... Hány évig tartott ez a bizonytalanság? Ez egy több mint egy fél évig, de nem ez egyetlen volt. Tehát akármi gyerekekkel kapcsolatban került a rendőrség, akkor mindig itt kötöttek ki. Akkor én megmondtam a gyerekeknek, az esztergomiaknak, mert azok voltak mindig a érdekesek, a rendőrséggel ők kerülhettek leginkább kapcsolatba, bejárók. És akkor mondtam nekik, ha valamit tudnak erről a munkásőrségről, akkor szóljanak nekem. És ez a volt növendék, ez megállított egyszer az utcán Esztergomban. Hivatalnok volt Tatabányán, és ővele találkoztam, és úgy látszik, hogy sok emberrel értesült, és mondta, hogy nagyon nagy baj van. Én azt hittem, hogy csak viccel, hogy a munkásőrség itt föl van háborodva, és itten számítsak rá, hogy itten komoly következményei lesznek. Kikkel értekezett, azt nem árult el, csak mondta, hogy erre számítsak. Tehát ez volt egy ilyen bevezetés. Utána volt az, hogy jöttek egymás után az ellenőrzések, és kikérdeztek, hogy mi is volt itt. Én próbáltam hivatkozni arra, amit mondtam, hogy a gyerekeknek biztos tetszettek a szép lányok, az kevés volt, akkor utána mondtam azt is, hogy ezek járnak diszkóba, ugye? Tehát a diszkó volt a tetszés nyilvánításnak az egyik formája az, hogy fütyülnek. Hát azt akkor ne keverjük össze a dolgokat, itt is a munkásőrségnek a fölvonulása tetszett. Akkor mondták, hogy ez nem úgy volt, és hiába jöttek oda, ugye azért megnézték, és látszott, hogy ők meglátták azt, hogy az utcán az autóbuszoknak csak a teteje látszik ki. Most akkor a munkásőrség, ha fölvonult, ott nem látszódhatott semmi. Hát akkor mi volt ez? És akkor kitalálták azt, hogy a munkásőröknek a hozzátartozói a 8-10 fokos hidegben ott gyönyörködtek a szeretteik fölvonulásába, és ott álltak a járda túlsó oldalán. És akkor ott gyönyörködtek, és megrendülve tapasztalták, hogy ki vannak fütyülve a munkásőrök. Na ez volt aztán az utolsó, ő általuk kreált magyarázat, az én magyarázatom, hogy pedig tetszés nyilvánítás volt, és akkor a kettő ütköztető volt. Aztán annak folytatása lett, hogy el kellett mennem egy alkalommal az egyházi hivatalba, ahol nem tudtam, miért hívnak be, nem is gondoltam, hogy még ez folyamatban van. Ez úgy körülbelül májusban lehetett, és akkor egy 3-4 órán keresztül államtitkár helyettes leült velem szembe, és akkor fölöttem levő pontra összpontosított, és egy 3-4 órás egy oktatást tartott. Egy betanult szöveget láttam, hogy ő ezt előre elkészítette. Megpróbáltam egy pillanatra valamit hozzátenni, de aztán nagyon türelmetlen lett, és akkor mondta, hogy kiderült, hogy én neki most nem szabad megszólalni. Meg kellett hallgatnom ezt. Úgyhogy
hogy mi mindent követelt más, egyebeket is követelt a gyerekek, azok már évekkel ezelőttiek voltak, és már azokat is most hánytorgatták föl, hogy az iskolában mi minden van. Ezért támadt ilyen gondolatom. De hát volt olyan is, hogy két New York mellett lakó magyar gyerek, akiknek a szülei, vagy édesapja nálunk volt diák, ideadta hozzánk a gyerekét. Az egy külön szám volt, mikor amerikai gyerekek egy-kettő, akkor eljöhettek már. Föl lehetett őket venni. Létszám fölöttinek külön államegyházi engedéllyel. Mert 40 fős volt egy osztály, és hogyha a 40 fő fölé akartunk venni valakit, akkor az külön engedély kellett. Így aztán egy-két gyerek be tudott surranni, esetleg külföldiek is, tehát külföldi állampolgárok, és akkor engedékenyek voltak a bizonyos szempontból. Hát ezek ugye mégiscsak el lehetett mondani, hogy így mondjam, valutát hoztak az országnak, mert ezek kötelesek voltak, ugye dollárba fizetni a tartásiat. Hát nagyon szövevényes dolgok vannak itt, igen. De minden esetre bármi történt, mi történt például egyszer egy gyöngyösi gyerek egy barátjával, akinek az apja Svédországba dolgozott, svéd állampolgárok is lehettek. Hát ezek csavarogtak valahol Salgótarján környékén, átmentek a határon véletlenül ottan, Salgótarján mellett, ugye, és aztán nem vették észre, hogy most ők már Csehszlovákiában vannak. Ott pedig egy ügybúzgó ember, mikor meglátta, hogy itten tájékozatlanak, és nem értik, hogy miért van Tóth felirat az utcákon, meg aztán a vasútnál, vagy ki tudja hol, és akkor ezeket bekísérték a határőrségre. De ott is mit kérdeztek tőlük? Akkor is kirendeltek gyorsan egy Budapestről valamilyen rendőrt, vagy valamilyen valaki tisztet, hogy hallgassa ki őket, és ezek nem azt kérdezték, hogy kerültek át Salgótarján határon, hanem hogy is volt ez a fölvonulás és annak a kifütyülése, és akkor kezdték őket erről vallatni. Borzasztó lehetett megélni. Teljesen megértem, hogy milyen folyamatok zajlottak le akaratod ellenére a te mindennapi életedben. Hát aludni se tudtál éjszakánként, hát gondolom. Hát azért mondjuk az aludni az ment, mert azt tudom. Na, hála Istennek. És aztán az történt, hogy ez húzódott sokáig. Nyáron volt aztán egy gyerek, aki hasonló bajba került, ottan fülöttek gyerekek, ugye a Dunában nagyon meleg volt augusztusban. És akkor nem tudom én, a rendőr ezt ugye nem vette jó néven, aki arra járt éppen, összeszedte a gyerekek ruháját, miközben a gyerekek fülöttek benne a Dunában, ez esti órákban volt. És akkor összeszedte a ruhákat, és aztán mindegyiket kikérdezte, illetve hát, hogy fölírta a nevüket, és akkor nem történt semmi. Igen ám, de az egyik gyerek, az mi növendékünk volt, Esztergomi. És amikor már bevitte, úgy látszik az adatokat, ez a szolgálatos rendőr, bevitte az adatokat a rendőrség, fölfigyeltek rá a Ferences, no, akkor lehoztak egy őrlagyot valahonnan Budapestről, aki nem tudom, hogy milyen minőségben, de aztán a rendőrnek el kellett menni megkeresni a gyereket a lakásán, egyedül nevelt az anyuka, és akkor nem tudta az anyuka, azt hitte, hogy valami haverja, mert egy fiatal rendőr volt a másodikos gyereknek, és akkor az behívta a rendőrségről, hogy jöjjön, és akkor ezt kikérdezték, sőt jegyzőkönyvet vettek róla, és a jegyzőkönyvekben erről beszéltek, és akkor a vége az lett, hogy hát majd, ha elkezdődik az iskola év, akkor a Széchenyi téren levő egyik kávéházban, ott ekkor meg akkor szeptember 12-én akkor találkozunk. És akkor majd többet beszél, mert most nem tud sokat mondani, mint amiket kérdeztek az iskoláról. Tehát a gyereket be akarták építeni. Most a gyerek elmondta a másiknak, pont ennek a fiúnak, akiről beszéltem, hogy az apja igazgató volt, az azt mondta, akkor menjünk a pálatjához, mondjuk el, mi volt. És akkor ezt elmondták, kikérdeztem őket, akkor még a anyukát is behívtuk, tehát össze leírtam mindent jegyzőkönyvszerűleg, és hát ugye elmondták, hogy most mi volt, a gyerektől megtudtuk. Hát miért nem mert ő szólni? Hát azért, mert megígértették vele, hogy nem kell, hogy ezt nem mondja senkinek. Egyrészt, a másrészt pedig hát azzal zsarolták meg,
hogy majd akkor mi lesz ebből a fürdésből, hogyha ha kiderül az iskolába, tehát akkor. És ő kérte, azt alá is írották vele, hogy ne szóljanak ennek az iskolába be. Tehát a gyerekkel állították, hogy a rendőrség ne szóljon az igen. ügyről az iskolának. Igen. Borzasztó rafinált. És akkor hogyan lett ennek az egésznek vége? Tehát igen, mikor... akkor a provinciálist is behívták később, és akkor csóválta a fejét a Pintér Ernő, aki nekem osztálytársam volt, amikor egy padba ültünk, ugye, ő volt a provinciálisunk, nagyon okos gyerek volt egyébként, sajnos imád, mert elhunyt, és hát nagyon kellemetlen volt neki az, hogy most ilyennel kell foglalkoznia, meg is értettem, és akkor hát őtőle tudtam meg a részleteket, hogy mi volt a jegyzőkönyve. És hát tulajdonképpen ebben kerekperec elárulták, mert nem tudhattuk volna egyébként hivatalosan, nem volt a kezünkben nekünk. Hát tulajdonképpen, hogy egy kiskorú gyereket felnőtt nélkül, ügyvéd nélkül, anya-apja nélkül hallgattak ki. Hát ez nem európai szint. Akkor már ezzel lehetett volna hivatkozni. Igen. Na, minden esetre én akkor elmentem, miután ezt megtudtam, hogy olyan állapotok vannak az iskolában, hogy a gyerekekért nagyon nehéz felelősséget vállalni, hogyha ilyen nyomás alatt, még zsarolásnak is ki vannak téve. Elmentem a Lékai bíboroshoz. Lékai mit tett, mit se, nem tudom. Egész biztos, hogy felemelt a szavát, és ez kellemetlen volt azokkal, akikkel ő szokott tárgyalni. Tehát ő nem az államtitkár helyettessel, vagy nem a megyeivel szokott, hanem az államtitkárral, Miklós Imrével. Pontosan. Ő azzal szokott szóba állni, illetve hát arra kényszerít, hogy azzal szóba álljon. És akkor elmondta a panaszát. És akkor múlt ez el. De nem volt bejelentve, hogy most vége, csak több ilyen eset nem volt. Hát a gyerekek mindig tettek valami rossz fát a tűzre, azon nincs gond. Csak elmondok egy ilyen szörnyű eseményt, hogy mi volt, mert ezt még az államegyházi hivatalnak a második ember, tehát az államtitkár helyettese fejemre rótta, pedig akkor ez már egy olyan három-négy éves probléma lehetett. Az történt, hogy Párkányban egy híres nap, ugye, a Júda vásár, az október 28-a, annak a környékén egy hétvége. És akkor hatalmas nagy összejövetel van, ott van fél Esztergom, akkor még nem volt híd. Igen, akkor csak komp volt, komp ugye? Komp volt, tehát az mindig tömve volt. Így járt a komp oda-vissza, mert ott volt mondom a fél Esztergom, és ott itták a sört. Hát persze, hogy egyedik is besöröztek. Ugye, tehát ez... Tehát Judás Tádia templom titulus talán, és templom igen, búcsú lehetett, ugye? Tehát pontosan. Ez volt a Juda. Ja, bocsánat, a Judás Tádia, igen, így akkor jobban értjük. És akkor a gyerekek azért mégiscsak csináltak valamit, hát ugye az a sör, ha aztán megitták, akkor az kikívánkozott. És aztán ott volt ott egy ligetes rész, ahol elrendezték, de hát ők nem voltak egészen fölkészült állapotban, hogy körülnézzenek. Ott van ott volt egy emelkedett Lenin szobor is. Hát ugye a gyerekek levizelték a Lenin szobort. Na. Aztán ott a rendőrök elkapták őket, ott, hogy ebbe a bokros részbe ott intézkedtek, és akkor ennek az lett a következménye, hogy soron kívüli hajóval áthozták őket. Tehát kizsuppolták az országból, és a rendőrségnek adták át őket. Aztán a Vilmos atyának szóltam, mert telefonáltak, hogy itt van a félosztálya, na nem volt félosztály, mondjuk 6-8 gyerek, és akkor a rendőrsége, hogy mostan vegye át őket, mert hát ugye az osztályfőnök prefektus, ugye ő volt közvetlen felelős, hát az éjszíta fogát, hogy ilyen dolgokba kell eljárni. Na és akkor, hát de aztán ez akkor úgy elcsidult. És akkor, hát én próbáltam, itt említettem, hogy az államtitkár helyettes még ezt fölemlegette, hogy mi történt már egyszer itt, és akkor én próbáltam mondani, hogy biológiailag lehetetlen volt a Lenin szobrot levizelni, mert hát olyan magaslatokon van, de idáig nem jutottam el, belém folytotta a szót. Na hát nagyon emlékezetes történeteket mondtál el, utólag vannak megmosolyogtató részei is, de hát gondolom ez vérre ment, tehát igen. Akkor te nem tudtál ugye, ezen mosolyogni most együtt, már. Igen, de ez is még bűn volt a gyerekeknek, még az iskolának természetesen. Hát Pál atya, hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, ez időben nem sokat léptünk előre ebben a részében a beszélgetésünknek, de egy
olyan egyháztörténeti időszakot és annak az eseményeit osztottad meg velünk, ami nagyon fontos, mert egészen sematikus képünk van a 80-as évekről, és kiderül, hogy a rendszerváltozás előtt 3-4 évvel még milyen bizonytalanság volt itt, és mennyire nehéz volt elképzelni, hogy egyszer ennek vége lesz. Hát igen. Nagyon szépen köszönöm. Reisz Pál atyával beszélgettünk, ferences szerzetes Sümegről jött, hogy a 80-as éveknek ezt a nehéz időszakát, amikor ő az esztergomi gimnázium igazgatója volt, megossza velünk. A viszontlátásra. Dicsértessék a Jézus!